Sziasztok, ez itt újra az Everhood. Az előző részben megszereztem a játék egyik lehetséges befejezését. És hát nagyon sokra nem mentem vele, de legalább megnézhettük, hogy mi történik abban az esetben, hogyha teljesen pacifista módon állunk hozzá mindenhez. És ezek után úgy tűnik, hogy már nincs más választásunk, mint hogy megküzdjünk mindenkivel, és hogy felszabadítsuk a karaktereket a halhatatlanságukból. Szóval, vágjunk is bele. Nagyon poénnak hangzik. Igen, itt hagytuk abba, és egy kicsit más hozzáállással folytassuk. Egyébként felvétel előtt gondolkoztam azon, hogy először talán Midnight Town-ba érné meg menni. Zárva? Jó, hát akkor a tervemnek annyi. Látszik is most egy kicsit, hogy nem olyan normális módon hullámzik az ajtó, hanem egy kicsit, mintha glitchelne. Oké, szóval Midnight Town-ban az egyik lakos kért tőlünk még pár résszel ezelőtt egy elemet, amit én meg is szereztem innen a sivatagból, és az elemért cserébe majd valamit ad nekünk jutalomként. De hát akkor ez nem most fog megtörténni. A többi ajtó is egyébként zárva van, és most csak az erdőlelkéhez mehetek. Karnevál. Nem, ide is jöhetek. Akkor nem tudom, hogy miért éppen Midnight Town zárt ki engem. Akkor futás. Nem kell már sokat várnia tovább annak a fának. Igazából eddig csak ő és a béka akart minket nagyon meggyőzni, hogy rendezzünk itt jó kis népirtást. Rajtuk viszont látszik, hogy tényleg egy kicsit már megunták az örökké valóságot. Fordítsam le még egyszer ezt a szöveget. Tudjátok mit? Nem fordítom le még egyszer. Arra ott van az előző rész. Először csak beszéljünk azért vele. Nem fogom csak úgy legyőzni. Igen, ezt már hallottuk. Érted, hogy mit akarok? Igen, értem. Jó, jó, és be tudod fejezni a küldetésed? Igen. A világ súlya a vállaidon van. Senkinek sem kéne ennyit kibírnia. De csak te tudsz ennek véget vetni. Most megküzdjünk? Igen. Ó, de furcsa, hogy így kifehéredett a szemgödre is, amint kezdődött a harc. Ja, oké. Az első hangjegynél már szinte azt hittem, hogy lehalkult a játék, de most már hallani. Ja, egyébként én tudok hárítani. Igen. Pontosan úgy. Ó, hát ez micsoda piskóta lesz már a békához képest. Komolyan, meg is próbálhatnám akár az egészet sebződés nélkül. Mondom ezt, és természetesen sebződök egyet rögtön. Jó. Hoppá, 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 azért van néhány nehéz kombináció. Annyira nem kiszámítható, mint ahogy elsőre tűnt. Okay.
és most már csak ismételni fog, amíg le nem győzöm. Valószínűleg. Jó, ez már meg lesz. Nem nehéz egyáltalán. Szép munka. Jó, mondjuk valószínűleg azért nem nehéz, mert ő is azt akarja, hogy mi győzzünk. Jól teljesítettél. Egy igazi felszabadító végre. Egy bajnokként fognak fogadni, amikor ennek az egésznek vége. Viszlát. És 29 lélek maradt. Ó, egyébként, hogyha már itt vagyok, akkor a gombákkal is végeznem kéne talán. Minden esetre ezt a harcot is újra kéne művelnünk. Ezzel a pszichedelikus gombával. Először csak beszéljünk egyet. Üdv újra. Látom, megtaláltad a kezed. Most már ugyanúgy élvezheted az örökké valóságot, mint mi. Örökre, és örökre, és örökre, és örökre, és örökre, és örökre, értjük. Amíg nem találsz valami mást, ami érdekel téged. De hogyha nem, akkor nagyon áldásos, hogy megvan a... hogy van egy ilyen jó kis krematóriumunk. Ó! Ja igen, hogy a krematórium az egyetlen dolog, ami ölni tud ebben a világban, mármint Red karján kívül. Most már csak ismételnéd magad? Aha. Akkor jöhet a másik választási lehetőség. Élve vagy halva, nekem ez nem számít. Megengedem, hogy megölj, akár harc nélkül is. Vagy jobban szeretnéd a harcot? Igen, azért adjuk meg a módját. Rendben, akkor készülj. Tényleg adjuk már meg a módját. Milyen csúnya lenne már az, hogyha egyszerűen csak úgy megölnénk. Jó, aztán vannak karakterek, akik nem is tudnak harcolni, szóval. Muszáj lesz. De hogyha már megvan a lehetőség a harcra, akkor használjuk ki. Igen, furcsuljunk be. Adjad a mandaláidat. Már hiányoztak. Okay. Jaj, na ilyenkor nehezebb lesz időzíteni, amikor torzul a képernyő egy kicsit. Igen, még mindig látok valamit. Köszönöm, hogy kérdeztétek újfent. Azért vagyok itt, mert tetszik ennek a játéknak a harcrendszere. Tessék, sokkal jobban meg tudom válaszolni a kérdéseket, mint a múltkor. Jaj, na ott... ott egyáltalán nem lehet időzíteni már. Kerülgessünk egy kicsit. Kérlek, hagyd dobba. Ezt vajon a gomba mondja egyébként, vagy valaki más? Mert a gomba így a harc első negyede után eltűnik. Sőt, nem is negyede. Addig sem marad. Jaj, te jó ég!
Életj föl újra! Ne csináld! Ne! Jaj, de sokáig bírtam pedig. Az irányítás egy kicsit elromlott ott. Na most speedrun lesz. Olyan speedrun, hogy ez a gomba nem is tud mit mondani rá. Igen, azért még kivétheti. Nem lesznek itt nagy bajok. Sokkal jobban oda kell figyelni. Múltkor nem is vettem komolyan annyira még. Előbb ugrani kell olyankor. Felével meg is vagyunk. Nem, itt nem próbálkozok. Na még pont elkaptam, és valószínűleg nem fog semmit se érni, mert zöld hangjegyek nagyon ritkán jönnek. Ezeket is lőjük vissza, ha lehet. Hányszor kér meg még, hogy hagyjam abba? Akkor nem jutottam volna el idáig, hogyha abba akarnám hagyni. Volt egy kis probléma a framerate-tel a múltkor. De szerintem most, hogyha odafigyelek, akkor nem lesz gond. Az a lényeg, hogy sebződés után egy pár másodpercig ne próbáljunk. Egyáltalán ne próbáljunk meg hárítani, mert az valamiért nem működik. Ez mókás volt. Bevallom, hogy vesztettem. Majd látjuk egymást a túloldalt. Majd látjuk egymást a túloldalon. No. Nem tudok fogalmazni. Vajon... nekik kegyelmezzünk? Ők beleszámítanak amúgy a lelkekbe. Újat ezek szerintem nem fognak mondani. Ne tévezd el az egésznek a lényegét. Ez egy olyan zenei dolog. Táncolni, dalolni és szórakozni kell. Oké, hogyha az egyiküket megölöm már, akkor eláll a zene. Ennyi. Semmitől sem kell félni. Kivéve az ellenzéktől. Jó, ezt muszáj volt most. Na mit mond ez a türkiz gomba? Mindnyájunknak eljön az ideje. Gomba bölcsesség number 4, azt hiszem. Ez is ugyanazt mondja. Oké, akkor nem mond mindegyik külön bölcsességet. Kár. A halál ideiglenes. Az élet örök. Jól van. Ez már nagyon filozófikus volt.
te küszködsz? Biztos vagy a cselekedeteidben? Hát, nem teljesen. Kivéve a szavazatomban. Na, szóval, nem tudsz engem megölni semmi olyan módon, ami számítana. Ez a gyilkos galóca is egy kicsit érdekes. Na, te vajon mit mondasz? Wow! Micsoda fordulat, hogy ekkora erőd van. Az élet valóban teli van meglepetésekkel. Hát, akkor nekem most ennyi. Mármint így. Következő alkalomig viszlát, így lehet ne valahogy lefordítani. És te. Jól van, ő is csak ezt mondja, mindnyájunknak eljön az ideje. És itt akkor már teljesen gombátlanítottunk is. Hát sajnos itt parti már nem igazán lesz. Milyen sivár lesz ez az egész világ, amire kivisszük. Itt azt hiszem, hogy semmi nincs. Igen, itt az a nagy pöffeteg fehér gomba volt. Itt rejtőzködött. Ez mond valamit. Zigg az éjszakai klubban szórakozik. Mármint... lazsál. Nem mondhatom, hogy szórakozik, hogyha utána úgy folytatja a mondatot, hogy rossz kedvűen, mint általában. Szóval mostantól a mágikus ilyen jóslabdánk az tippeket fog adni, hogy kikkel bánjunk el. De én először szerintem jövök erre inkább, hogyha tudok. És tudok. Úgyis az egyik ajtó mondta, hogy kapjam el a... Igen, őt, a narancsmágust. Nye-nye. Amint megtudtam, hogy visszaszerezted a karod. Átalakítottam ezt az egész laboratóriumot. Egy... behatolhatatlan halálerődítményé. Sosem fogsz engem elkapni, te vérszomjas zsivány. Grundal, bizonyosodj meg arról, hogy a csapdák maximális erőn funkcionálnak. Siess, te bolond! Ó, és még a körfűrészek is zenére mennek. Milyen jó ez. Ez mondjuk eléggé kiszámítható. Hogyha én csapdákat terveznék, akkor nem így tervezném őket. Ó, a lézerek azok néha eltűnnek így. Oké. Értem. Most. És most. Nehéz ez. Na, ez meglepően egyszerűen ment. De még nem értek véget a dolgok. Ó, ez kb. Olyan, mint a krematórium. Ott is ugyanígy lángolt a padló. És itt kell átfutni, ugye? Igen. Csak a krematóriumban azt hiszem, hogy vörös tűz volt. Hol fog találkozni a kettő? Itt? Most! Ott meg össze-vissza megy. Ugyaninnen kezdődik. Oh-ho. Jó, megvan. Ennyi. Ó, jaj. Követ minket egy ilyen gonosz lábmasszás henger. Most engem arra emlékeztetett hirtelen. Ha, ennyit rólad. Vajon így megöl egyébként? Nem, szerencsére. És ez is 3D-s. Valami érdekem tetszik, hogy néha ilyen 3D-s modelleket beraktak a játékba. Elsőre ment tényleg?
Első végigjátszásomból annyira emlékszek, hogy ha bárhol elrontjátok itt ennél az utolsó résznél is, akkor visszarak az egész laboratórium elejére. De láthatjátok, hogy nem túl nehéz. Bár az a villogós padló, az egy kicsit véletlenszerűnek tűnt. Na se baj. El sem tudom hindi. Hogy lehet ez, hogy az összes csapdámon átjutottál? Grundal! Megparancsolom, hogy támadd meg! Na, ez poén lesz. Nagyon bejön Grundal zenéje. Most egy kicsit közben is tudok játszani. Jaj, mi ez? Remélem, ezt ti nem hallottátok, valamilyen bagolós hangot adott ki a fejhallgató. Na, azt hiszem, mindjárt meg fog kergülni egy kicsit. Talán ezután? Na most! Néha nehéz eltalálni, mert csak olyan hangjegyeket dob, amik kivédik a támadásaitokat. De legalább nem a legnehezebb kerülgetni. Felkiáltójel! Jó! Azt hiszem, hogy ez már a dal vége is volt. Nem tudom egyébként, hogy mi történik, hogyha véget ér a dal. Akkor újra kezdődik, és van még időtök arra, hogy tovább támadjátok, vagy egyszerűen csak újra kell kezdeni előről az egész muzsikát. Inkább ez az utóbbi az, amire emlékszek. Ó, farewell. Ő is elköszönt tőlünk. Pedig azt hiszem, hogy ő egy szót sem mondott amúgy az eddigiek során. Na, ú, egy levél. Ez a második, amit látunk. A másikat a sivatagi templomban találtuk. Ott a lila mágus harc előtt valamennyivel. Szóval. Kedves narancs. Egy apró kellemetlenségként kezdődött, ahogy az általában szokott. A végtelen szórakozás hosszú évei során a fizikai testeink egyszerűen nem voltak képesek arra, hogy lépést tartsanak azzal, amit az elme akart. Nem mint betegség vagy fájdalom, azok egyáltalán nem léteztek. Szimplán tiszta kimerültség. Az ősi világunkból való testeink nem szoktak hozzá az új otthonunk szabadságához. Ez természetesen nem volt igaz minden lakosra, viszont emberként, volt emberként, velem is pontosan ez történt. Általában gyors megoldásokat találtunk, mint például bájitalokat, műtétet és művégtagokat. De az igényeink egyre nagyobbá, egyre törekvőbbé váltak, ahogy tovább és tovább fejlesztettük magunkat. Mindezt a létezésünk lehető legélvezhetőbbé tételének a nevében. Az útjaink eltorzultak. Késztetést éreztünk arra, hogy megtréfáljuk egymást,
barátot és ellenséget is az örök pokol gödreibe dobjunk. What? It's a prank, bro. The f it was a fake. That's it. It's a prank. Újra és újra csak azért, hogy átélhessük a napokat és a hónapokat. Ebben az őrült, hát nem tudom, dekadenciában, ebben a kegyetlen és torz rémálomban lakosok kezdtek eltűnni. Mármint úgy teljesen. Azt gyanítom, módot találtak arra, hogy véget vessenek a halhatatlanságuknak. Barna mágus. Na, erről te mit gondolsz? Beszélgessünk egy kicsit. Mit fogsz tenni? Komolyan nem beszélhetjük meg vele ennek a levélnek a tartalmát. Jó, mondjuk, igaz. Vörös nem beszél, és a kis társunkat is elvesztettük. Szóval... Hát, jó, legyen. Úgy tűnik, hogy a szerencsém elfogyott. Nem hibáztatlak. Megpróbáltalak elpusztítani. De nincs értelme bújkálnom előled. Az elkerülhetetlen halál eljött számomra. És... Ilyen égkövek voltak a szemüvegei? Vagy azok a szemei voltak? Nem tudom. Mert hogyha... az a szemüvege volt, akkor alatta nem volt szeme, láttátok? Kicsit furcsa. Lehet, hogy ami szemüvegnek tűnt, az igazából a szeme. Jaj. Érdekes. Ezt majd megnézem részletesebben videóban, mert így legalábbis valami hasonlót láttam. Jó, nem tarthattuk meg magunknak azokat az égköveket, egyszerűen csak eltörtek. Ó, hello. Kiszöktél a házadból? Mármint a laborból? Mit akarsz tenni? Mindenhol ott vannak. Mit akarnak? Hagyjatok, nem akarom. Jó, kb. Ugyanazokat szajkózza, mint a múltkor. Állítsd meg, állítsd meg. Tudod mit? Megállítom. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Nem. Jó, mondjuk. Rajta érződik, hogy ez tényleg inkább kegyelem, mint kegyetlenség. Látszott is rajta a végén, hogy hát igazából annyira nem bánja, hogy ezt csináljuk vele. Ez a cső visszavezet a bejárathoz. Vissza akarsz oda menni? Azt hiszem, hogy már itt semmi nincs. Aha, menthetnék egyet, de igazából minek? Oké, akkor legyen egy kis Mario szimulátor. Hát csak ennyi. Azért Vörös csak nem profi vízvezetékszerelő. Vagy tudjátok mi az érdekes, hogy a vízvezetékekről, úgy ha játékokról van szó, nem is Mario jut nekem először eszembe, hanem a Jazz Jack Rabbit sorozat. Abban van egy olyan pálya, hogy Tube Electric, azt hiszem így kell kimondani. És az van tele csövekkel, és ráadásul a zenéje is zseniális. Az erdőben mindenkit kiszabadítottál. A gombák sose éltek igazán. Mi az, hogy sose éltek igazán? Meg egyébként ez a levél érdekes volt. Egy kicsit arra akar utalni, hogy mindenki itt ember volt, és tényleg csak ilyen műtéteken keresztül lettek olyanok, mint például Grandol, meg egyéb más karakterek.
Viszont aki még továbbra is embernek néz ki, hát közülük találkoztunk kb. Hárommal max. Nem sokan maradtak az eredeti alakjukban, tényleg. Ez az ajtó meg még továbbra is glitchel, szóval. Ide nem jöhetek. Akkor menjek tényleg a klubba. Lehet, hogy mehetek a klubba, viszont szerintem ezt már csak a következő részben fogom megtenni, mivel ez a videó már így is elég hosszú lesz. Szóval, igen, interact. És mentsünk itt egyet. Hány órája visszük a játékot? Csak úgy kíváncsiságból. 500 perce, majdnem. Fú, hát nem semmi. Na, hát akkor remélem, hogy tetszett ez a rész, és azt is remélem, hogy ez az ajtó minél hamarabb kinyílik, mivel ez a rész érdekelne a legjobban, de a lényeg, hogy a következő részig, sziasztok!